Hát szia, Lázár Csaba, Mike vagyok, márkaépítés és értékesítési specialista, és ez az első gitár lecke. Hogy miért gitár lecke? A Facebookon, a közösségi médiában feltettem egy kérdést, hogy gyerekkorodban mi az, amit nem engedtek meg neked, és egy csomóan írtátok azt, hogy gitározni szeretetek volna megtanulni. Na most, en nekem gyerekkoromban Ugyanez volt a nagy vágyam, megtanulni gitározni, és a többi, és a többi, és itt ezzel kapcsolatban szeretnék nektek segíteni, azoknak, akik szeretnének megtanulni gitározni. Mondom, speciális területről lesz szó, nézzük meg ezt az egész gitároktatást. Közben Gini is megérkezett, ő is fog nekünk segíteni. Szia Gini, mutatkozzá be! Hello, szia! Arra ott vannak a gitározni vágyók. Hello. Jó? És most pedig akkor el is kezdjük. Na, szóval, akármilyen hihetetlen is, de a gitár tanulást azt nem a gitározással, vagy a gitárnak a megvásárlásával fogjuk elkezdeni. Éppen most az egyik barátom küldött egy, egy linket, hogy hol lehet megtanulni gitározni, és föl is iratkoztam rá, majd ezt fogom nektek mondani, hogy hol lehet ezeket megtanulni. De a lényeg az, hogy na itt lehet nagyjából elcseszni a dolgot így már egyből a, a legelején, ugyanis a gitározást még egyszer mondom, tehát nem a gitár vásárlással meg mindenféle gyakorlásával kell kezdeni. Miért is nem? Na most egyrészt azért nem, mert kell, hogy legyen valami célod azzal, hogy gitározni kezdesz tanulni. Nézzek, fúj, azt akarom, hogy megtanulja gitározni, nem? Mm, majd, hogy nem igen. Csak hogy van itt egy probléma. probléma. A gitározás az a művészetek kategóriájába tartozik, és itt van egy óriási nagy félreértés. A művészet azt jelenti, hogy előállítunk valamilyen szép dolgot, és akkor ezt megmutatjuk az embereknek, jó? Tehát most legyen ez valami magas fokon művelni. Ezt jelenti a, a művészet, de alapvetően kommunikációról van szó, és itt kell egy nagyon fontos dolgot megbeszélnünk, ugyanis a művészet az kommunikáció. Magyarul, valaki, valaki másnak átad egy gondolatot. És hogyha szépen csinálja, akkor az művészet. Érted? És lehet csinálni ezt gitározással, festészettel, versmondással, filmkészítéssel, fényképezéssel, csó mindenne lehet ezt csinálni, de a lényeg az, hogy mi gitározással fogjuk ezt az egészet művelni. Tehát még egyszer, valaki valakinek kommunikál egy gondolatot. Na most, itt kezdődnek általában a problémák, hogy meg akarok tanulni gitározni, mert gitározni jó. Na, ekkor fogod nagyjából abba hagyni viszonylag hamar, mert az elhatározásodnak benne kell lennie annak, hogy, hogy, kinek akarsz te gitározni. Érted ezt? Tehát ezt, ezt tudod kell, hogy kinek. Tehát ö, ennyi, ezt mindenféleképpen el kell döntened. Na most... Ö, lehet, hogy a gyermekednek akarsz altató dalokat játszani. Lehet, hogy YouTube sztár akarsz lenni, lehet, hogy rock zenész akarsz lenni, és te akarsz futni, hogy a lányok a lábadnál heverjenek, vagy nem tudom én, érted? de csó minden érdek lehet tanulni gitározni, lehet, hogy azért a szomszédot akarod idegesíteni. Tök mindegy, a lényeg az, hogy valamiféle célja kell legyen, és a célnak meg annak kell lenni, hogy ez valakihez szóljon. Most abban a pillanatban, amikor, amikor ez megvan, abban a pillanatban így kezd így kikristályosodni valami, ez pedig az, hogy milyen stílusban akarsz nyomulni. Érted már? Kérdezik, valaki elkezd gitározni, tanulni, és egyből elkezd gyakorolni. Mit kezd el gyakorolni, könyörgöm? Ha valaki nem akarja ezt a spanyol zenét játszani, hanem mondjuk rockzenész akar lenni, vagy, vagy ne talán a tábortűznél akar dalokat játszani a haveroknak, akkor most teljesen más irányt fog venni az egész dolog. Érted? És útközben persze érezni fogja már, aztán abba hagyja a francba az egészet. Tehát még egyszer, A ember, B embernek valamit akar kommunikálni, és te vagy az A ember. Jó? az első, amit el kell döntsél, hogy milyen stílusban akarsz nyomulni. Most a stílus azt jelenti, hogy kifejezési mód. Tehát, ha a punk zenét akarsz játszani, érted, akkor teljesen más a kifejezési mód, mint ha beethoven akarsz játszani. Vagy spanyol flamenco érted? Tehát teljesen mások a, a, stílusok. És azzal, hogyha meghatároztad a stílust, egyből meg fogod határozni, hogy milyen hangszere van szükséged. Tehát például, hogyha ilyen country témát, akarsz ilyen, um, mi a zenét akarsz játszani, akkor tök jó egy ilyen fémhúros gitár, mint ami itt is van éppen most a kezemben. De lehet, hogy uh, mit tudom én ilyen havai zenéket akarsz játszani, akkor ilyen gitár kell. Lehet, hogy hogy te nagybőgőzni akarsz, akkor meg egy olyan kell, érted? De lehet, hogy rock zenész akarsz lenni, akkor vagy egy ilyen, vagy egy olyan kell, szóval érted? Tehát Csófajta stílus van, az első az, hogy kiket találod, hogy milyen stílusban akarsz nyomolni. Tehát innen most addig nem fogunk uh, tovább menni, nem fogunk elkezdeni gyakorolgatni, meg ilyeneket, de gitárt vásárolgatni, hogy milyen gitárt vegyél, amíg el nem döntöd, hogy mi, kinek akarsz játszani, egyszer. Ez meg fogja adni, hogy milyen stílusban. Érted? Tehát, ha azt akarod, hogy a lányok a, a lábad előtt heverjenek, akkor nyilván valamiféle ilyen rockzenei vonalra kell nyomulnod. Tehát akkor ezt kell, ezt kell tolni. Hogyha tényleg a haverokkal akarsz együtt játszani, akkor kell egy ilyen akusztikus gitár, ugye, mert a tábortűz mellett viszonylag kevés a villany általában, és um, akkor, akkor, kell egy olyan, ami, ami magában szól. Hm? Tehát döntsd el még egyszer, hogy spanyol zenét akarsz játszani, a flamenkós izé, tudod? Tehát ilyen. Akármi. Jó, most most vágtam le a köröm, látod már ez egyből probléma lesz. Na jó, tehát a lényeg a lényeg az, hogy ez döntsd el, és hogyha ezt eldöntötted, akkor nézd meg a második gitárleszkét.